Magyar hangok. Tóth Enikő. Szabó Sipos Barnabás. Balázs Ági. Kautsky Armand. Orosz Helga. Rékasi Károly. Lux Ádám. Varga T. József. Selmeci Roland. Kristóf Tibor. Acapulco akciócsoport. Akciócsoportunknak a tökéletes ember példány. Terrorista bűncselekményekben, amennyiben a hagyományos bűnüldöző szervek sikertelenek voltak a felderítésben. Ezúttal is egy ilyen megbízást kaptunk. Miközben mi élveztük a napsütést és a tenger Puerto Vallartában, több ezer kilométerre Venezuela partjaitól egy fegyveres harcostársunk a dzsungelben egy veszélyes biokémikus tevékenységét igyekezett felkutatni, amely nyilvánvalóan bűnös és rossz ügyet szolgált. Dél-Amerikában lejátszódó drámai eseményekkel mit sem törődve, vakmerőtársa Mike Savage megmérkőzött rendkívül veszélyes ellenfelével. Vigyázz! Meg fog ölni! Ugyan már! Kapd el! Bang! Puff! Remek találat. Smith beszélni akar velünk. Már is megyek. Köszönöm, Chrissy. Hogy megy az új játék? Hát, Chrissyt épp most végeztem ki. Tommy, Marcos és Kett már ebéd előtt kipurcantak. És te? Nekem csak a lábaim estek áldozatul. Szegény fiú. Jó napot, Ashley, Mike. A központ felderítő akcióra küldi magukat. És hová? Egy venezuelai part mellett lévő szigetre. Isla Anguilára. Romantikus név. Azt jelenti Angolna sziget. Akkor is romantikusan hangzik. Ott telepedett le dr. Raoul Kaufman. Ő az, aki az iraki-iráni háborúban mindkét félnek biológiai fegyvereket adott el. Semleges nézeteket vall. Oda küldtünk egy ügynököt, hogy derítse ki, mivel foglalkozik Kaufman. De az ügynök eltűnt, amiből arra következtetünk, hogy valami nincs rendjén azon a sziget. Szóval most rajtunk a sor. A központ parancsa, hogy derítsék ki, mire készül Kaufman. Van egy kaszinója a szigeten, és elég sok időt tölt szerencsejátékkal. A szükséges információkat elfaxoltam Arthurnak. Már is szervezi az utazást. Sok szerencsét! Legutoljára a gatyámat is ott hagytam egy kaszinóban. De nem azért, mert vesztettél. Inkább egy csinos krupié hölgy volt a dologban. Hát így is mondhatjuk, de csak a gatyászom veszett oda. Ezúttal kivételesen sok csillogás övezte a küldetésünket, egy luxus hotel, egy magánkaszinó. De sajnos nem minden arany, ami fénylik. Meg tudnám szokni ezt a helyet. Mondjuk az elkövetkező 5 évre. Jobb, ha lecsillapozta, cowboy. Te egy sötét alaksori szobát kaptál. Ez a lakosztály nekem és Mrs. Larchmontnak van fenntartva a texasi Houstonból.
Chrissy, sikerült megteremteni az összeköttetést? Nagyon jó, a vétel kitűnően hallak. Minden készen áll. Ráálltam a kaszinó számítógépére, benneteket a nagybani játékosok közé soroltalak, továbbá az 1 millió dollárig játszok csoportjába tettelek, nem fognak gyanakodni. Gyanakodni? Ilyen vastagok vagyunk. Hű a francba! Ellenőrizlek, Kaufmant. Kell, hogy legyen róla valami árulkodó adat. Keres szállítólevelet vegyi anyagokról, vagy laboreszközökről. Erről már gondoskodtam. Ja, Kett bent vár a kaszinóban, várja, hogy hívt. Remek. Ó, igen, nézd át az összes beutazási vízumot, attól fogva, hogy Kaufman itt van. Vezető vegyészeket keresünk, akik valószínűleg neki dolgoznak. Meg lesz. Vége. Most pedig Brettel együtt megkeresitek Kaufman laborját. Bementek és alaposan átfésülitek. Minden nap egy órát játszik, ami azt jelenti, hogy van rá 3/4 órátok mostantól. Indulás. Nincs kedve egy kis kaszinózáshoz, Mr. Larchmont. Amit csak a drága kis szívecskémet kíván, Mrs. Larchmont. Már hogy festek? Mint egy dúsgazdag texasi olajmágnál? Hát, inkább, mint Sam bácsi Miamiből. Én viszont kifejteném, hogy te elbűvölő vagy. Egyébként milyen érzés ilyen elbűvölően csinos nőnek lenni? Az a hátránya, hogy sokszor kell nemet mondanom. Na és élvezettel mondod ki ezt a sok nemet? Nem. Te élvezettel veszed a nemeket? Nem. Akkor meg minek kérdezgetsz állandóan? Hát, mert arra számítok, hogy egy szép napon igen fogsz mondani, és akkor... Szóval én szeretnék lenni az a fickó, aki ezt az igent megkapja. Kett vagyok, hallasz engem? Igen, Kett. Mr. Kaufman megérkezett. Indulunk. Ha már itt aztán semmit se látunk. Akkor... A régi módszer szerint kell dolgoznunk. Én vagyok a soros. Nem, most éljövök. Rendben, válasz egy számot 1 és 10 között. Hét. Majdnem eltaláltad, mert 6 volt. És honnan tudjam biztosan, hogy tényleg 6 volt? Mert megmondtam neked. Inkább dobjunk fel egy érmét. Igen, képtelen vagy veszíteni, mi? Biztos, hogy egyedül akarod csinálni? Biztos. Oké, de ha nem érsz vissza egy óra múlva, akkor utánad indulok. Ha nem jövök vissza egy óra múlva, jobb, ha elhúzod innen a csíkot. Komolyan beszéltem, haver. 1 órád van. Miközben elindultunk, hogy szerencsét próbáljunk, Marcos és Brett felkutatta Kaufman laboratóriumát. A nagyi szakadt bingó klubjára emlékeztet. Igen, minden ugyanolyan. Pesgőt? Nagyon köszönöm. A középső asztalnál, ott jobbra. Biztos a francia. Mi, az ital vagy Kaufman partnere? Mindkettő. Krisztelnek hívják. Drága tyúknak néz ki. Éppen ezért van Kaufmannal. És ki az a bölé ott? Kaufman testőre. Kaufman csak akkor hagyja el a labort, ha ide jön. 2-szer játszik naponta, de 1 óránál többet soha. Ehhez fanatikusan ragaszkodik. És jó játék? Nem igazán. Ugyanis csal. Miért nem használja a szemüvegét? Megnéztem, amikor felment valami üzenet miatt. Teljesen kóser a pápa szeme. Tudd meg, hogy csinálja, még hasznos lehet nekünk. Na hát, na hát. Azt hiszi, túljárt ezúttal az eszeme? Szó sincs róla. $50,000. Nézzük, milyen van. Le petit. Le grand. Dr. Kaufmann nyert. Hozzon az úrnak egy italt. Úgy látom, alaposan ráfér. Mindig az asztalon szokta hagyni a nyereményét. Krisztel mai gondját viseli.
Nem lenne kedve velem egy külön játékhoz? Attól tartok, a tétjei túl magasak nekem. Ó, itt nem a pénz a lényeg, hanem a játék szenvedély, az izgalom. Nos, akkor mit játszunk? Biztosan találunk valamit, ami mindkettőnket felizgat. Érzem, hogy szerencsés napom van. Itt ülök közel-távol a legvonzóbb hölgy mellett, ráadásul 100 000 dollár hever előtte. Könyörögnék, hogy szökjön meg velem Dél-Amerikába, de hát már is itt vagyunk. Ez nem az én pénzem. Milyen nagy kár. Pedig nagy élvezettel elköthettük volna, nem igaz? Brett, megtaláltam Kaufman laborját. Most már csak közelebbről kell megnézni. Milyenek lettek a legutóbbi vérvizsgálatok? Gyere, körbenézzük. Jó, én már megyek. Biztos benne, hogy az új sejtek nem degenerálódtak, mint az előző példányoknál? Remek! Mert semmi kedvem rossz híreket közölni Dr. Kaufmannal. Ó, rendben! Marcos, hallasz engem? Marcos? Marcos? Marcos, hallasz engem? Mi történt, pajtás? Marcos? Krisztel számlája a hotel illatszerboltjából. Illene rendesen zárni a hátsó bejáratot. Fél perc alatt bejutottam. Parfüm, szemfesték, fürdőolaj. Esküszöm, nem rossz lista. Aztán még valami, meg is van. Kontaktlencse oldat. Kontaktlencse? Én meg azt hittem, hogy tökéletes a tyúk. Csalódott vagy. Inkább hitehagyott. De mi köze van mindennek Kaufmann csalási technikájához? Mindegyik lap cinkelve van, citromsav koncentrátummal. Láthatatlan festék? A nő leolvassa a lapokat és jelez Kaufmannnak. Ennél mi sem egyszerűbb. Tiszta bűvészmutatvány. Azt hinné az ember, hogy eredetibb dolgot talál ki. Miért? Ez hatékony. Akkor nyer, amikor akar. Azért elárulok neked valamit. Ha én is ilyen babírokra törekednék, beszereznék magamnak egy pár kontaktlencsét a keddesti pókerpartihoz. Én akkor is megvernélek. A múlt héten hagytam, hogy nyerj. Nem is igaz! Hey. Marcos! Pár száz méterre a labortól találtam rá. Beállok a dzsippel. Jól vagy? Igen, rendben jövök. Kett, hozz jeget! Én megyek az első segélycsomagért. Aspirint. Mi a fele történt veled, fiú? Elhelyeztem a poloskát. És
Kaufmann két embere kiszúrt, legalábbis próbálkoztak. Sikerült volna elmenekülnöm, de... akkor megjelent ez az óriás. Egy óriás? Az öregem óriás, hatalmas volt és bika erős. Nem tudtad leütni? Nem tudtam leütni, úgy kapott fel, mint egy labdát. Hogy a fenébe jutottál ki a labot? Fogalmam sincs, csak arra emlékszem, hogy minden elsötétedett. Aztán a dzsungel közepén találtam magam. Nem szívesen mondom ki, de azon csodálkozom, hogy életben vagy. Miközben a vízumokat ellenőrizték, fura dologra bukkantunk. A Caracasból érkező járaton van három férfi. Kaufmannhoz jönnek? Azt hiszem, igen. Mindjárt átfakszolom a fényképeiket. Kik ezek a fickók? Irak, Észak-Korea és egy afrikai diktatúra képviselői. Ezek szerint Kaufmann terrorista csúcsot tart. Gondolod, hogy régi szokásához híven biológiai fegyvereket akar nekik eladni? Lehetséges. Vagy akár még rosszabb is lehet. Ez a férfi tudományos veszélygóc. Legalább azt tudjuk, hogy mit vásárol. Speciális vegyi kitteket rendelt egy Los Angeles-i cégtől. Gondoltuk, hogy segítségre lett szükségetek, úgyhogy átnyomattuk a rendelését a hotelbe. Szép volt, gyerekek. De ezektől a vegyi ízéktől nem születik majd háromlábú gyerekem? Nem, de reméljük, hogy kinő tőle a sörényed. Mondok én valamit. Forgalmas utcán sosem nő fűszál. Már is megy a fax. Sok szerencsét. Krisztel? Ki volt az a férfi, akivel a kaszinóban társalogtál? Miféle férfi? Aki abban a cowboy kalapban volt. Fogalmam sincs. Megérzem, ha hazudsz. Játszott, mint bárki más. Ha hazudsz, kénytelen leszek ismét megbüntetni téged. Kísérd a szobájába, hagyj gondolkodjék egy kicsit. Ez lenyűgöző. Négy ember megöléséhez elég mennyiségű áramot bír el. És nézze! Nem is tudja, mennyire elégedett vagyok. Napról napra képes kitágítani az emberi korlátokat. Örülök, hogy elégedett velem, de szeretnék kérni valamit. Mit? Látni akarom a húgomat. A maga húga beteg, ezt jól tudja. Igen, de... Nem kockáztathatjuk, hogy megfertőzik. Nem fog. Én erős vagyok. Épp most bizonyítottam be. Ez egyáltalán nem ugyanaz. A kutatások... Én nem vagyok kutatás! Maga túl fontos nekem, hogy bármilyen veszélynek kitegyem. Hónapok óta levelet sem kaptam tőle. Hetente kap jelentést arról, hogy gyógyul, nem? Az nekem nem elég. A húga még fertőz, de amint... Amint mindig ezt mondja! Most akarom látni a húgomat, vagy elmegyek! Rendben. Látom, mennyire aggódik, és nem akarom, hogy emiatt ne haladjunk. Még a héten intézkedem a repülőjegyéről. A demonstráció után nézzenek új alany után. Montana egyre problémásabb. De... Ah, már is intézkedem, Kaufmann úr. Jó a vétel a laborból. Mike azonnali kutatást indított a Montana húgával kapcsolatban. Jelentkezem, amint tudok valamit. Csinál gyorsan. Vége. Innen 3500 kilométerről. Egy iciri-piciri kis kamera ilyen tiszta képet tud továbbítani. Hihetetlen. Csodálatos, nem? Tudtuk, hogy Kaufmann ismét a jól bevált területen akar működni, esetleg valami fajta új biológiai fegyveren dolgozik. Azt is tudtuk, hogy nagy volumenű előadásokat tervez meglehetősen veszélyes vásárlóinak. Három terrorizmusáról híres ország képviselőinek. További részletek megismerése érdekében Brett poloskát helyezett el a hotel szobájára. Nem csak arra.
Na, hogy ment? Kaufman és barátai többé nem cseveghetnek diszkréten. Eddig semmi? Semmi. Lehet, hogy elhamarkodtam a választ. Szervus, John, készen állunk. Fél órán belül küldök értetek egy autót. Fél óra, rendben. Azt hiszem, most végre megtudhatjuk, miben sántikál a doktor bácsi. Végre ott tartottunk, hogy megtudjuk, miben mesterkedik Kaufman doktor dzsungelbe rejtett laboratóriumában. De ez sokkal veszélyesebb volt, mint egy roulette party a kaszinóban. Amit Kaufman kocsijára telepítettem? Rátapadtunk. Gyönyörű ország, igazi autókázós nap. Más körülmények között azt mondanám, szerencsés egy fickó vagyok. Szofoklész szavaival. A szerencse sosem a kis hitűeket kényezteti. Szóval a szerencséhez ész is kell. Fogadok, azt hitted, fogalmam sincs róla, hogy ki is az a Szofoklész. Ilyesmi eszembe se jutott. Benne vagy egy kis fogócskában? Persze. Ott vannak a madárkák. Nézd csak! Az lesz az az óriás. Íme itt van, uraim, a tökéletes katona. Válasszanak fegyvert, és öljék meg, ha tudják. Ez a pasi gyakorlatilag golyó áll. Ez az ember bármire képes. Ő a világ első szabályszerű acélembere. És látod, kinek a tulajdona? Az acélemberünk egyedül van otthon. Te jössz, Kett. Van. Itt írja alá. Mondaná Bergström? Igen, miért?
Ó, akkor biztos a rokon a Karen Bergströmnek. Ne, az nem lehet. Dehogy nem, biztos vagyok benne. Szőkehajú, az Aeropacificnek dolgozik. Maga találkozott Karen? Hogy van? Úgy hallottam, mi kórházban van. Miért maga nem beszélt vele? Június óta nem. Dr. Kaufman nem engedi, hogy találkozzunk. Akkor jöjjön, oda viszem hozzá. Induljunk most rögtön. Lehetetlen. Kaufman fizeti a gyógyítatását, ha elmegyek Karennek vége. Ha beteg a húga, senki sem akadályozhatja, hogy meglátogassa. Maga nem ismeri Kaufman doktort. Szabad világban élünk. A kísérleti nyulak nem. Menjen innen, mielőtt még visszajönne. Ha találkozik Karennel, kérem, mondja meg neki, hogy nagyon hiányzik. Annyira sajnálom Montanát. Ez felháborító. Úgy manipulálnak vele, mint egy kísérleti patkánnyal. Ashley, pontosan mit csinálnak vele? Ezt hívják genetikai manipulációnak. Az általam ismert kísérletek többségében igyekeznek sérült vagy kóros szöveteket helyreállítani. Kaufman ezen túllépett. Ő Montanából a féle Supermant akar faragni. Ez nagyon veszélyes. Sajnos a technológia sokkal gyorsabban fejlődik, mint azok, akik alkalmazzák. Ez halálosan veszélyes. Megkaptuk a DNS eredményeket a vizsgálatokról. Montana genetikailag maga töké. Igen, a komputer sem tekinti már emberi lénynek. Ez még nem minden. A sejtjei 10-szer gyorsabban kell, mint normális esetben. Ha nem fordítjuk vissza ezt a folyamatot, 5 éven belül meg fog halni. És mi van a húgával? 2 hónappal ezelőtt meghalt. Szegény Montana. Viszont megvan, hogy mivel tudjuk kihozni onnan. Komolyan nagyon sajnálom azt az embert. Igen, én is. Kaufmannak azért kell a Superman, hogy elkápráztassa a terroristákat. Mit kellene tennünk? Jelöltessük esetleg Nobel-díjra? Én nem egészen ezt találtam ki a számára. Ha jól tudom, ez egy tisztán felderítő küldetés akart lenni. Oké, szerinted mit kellene tennünk? Hazamenni és jelentést írni, vagy végleg leállítani Kaufmann? Lecsapunk rá. Helyes. Nem látta Dr. Kaufman? Nem. Biztos az irodájában van. Ashley! Kriszke, feléd indult. Cseréltem a paklit. Hát jobb lenne, ha valaki azonnal bezárna valahová kismadara, mert itt mindjárt nagy bunyó lesz miattad. Ezt Bognak vehetem. Határozottan. Oda nézd, miféle kandúr toltad el a képét. Biztos, hogy tudsz játszani? Persze, hogy tudok. Pár tucat lapról van szó. Nem lehet az olyan nehéz. Úgy látom, 20 percnél tovább nem tudjuk itt tartani Kaufmann fiú. Oké, értem. Semmi gond. Persze, semmi gond. Te még nem láttad azt az óriást. Egy kis pszichológia és már is velünk tart, ne félj. Dr. Kaufmann, hol bújkáltam? Mrs. Larchmont, micsoda öröm. Remélem, sem maga, sem a férje nem vesztettek túl sokat a kaszinóban. Én az ilyesmi miatt nem szoktam aggódni. Engem az izgalom, a játékszenvedély visz az asztalhoz. Valóban? Épp ötömke. Mit sündörögsz a feleségem körül? A játékszenvedélyről beszélgettünk. Te meg mit bámulsz? Lyle, elég volt.
Úgy szimatolsz a nejem körül, mint egy sóvág kutya. Úgyhogy kívül tágasabb, neked is, meg a macárnak is. Ne legyen nevetséges. Kérem, nézz el a félém indulatát. Mi van, nem mersz? Nem mersz kiállni vele, mi? Dehogy nem merek, Mr. Larchmont. De a vendégeimet kell szórakoztatnom, és semmi kedvem hozzá, hogy eltávozzak. Az ki, ahogy férfihez illik, itt is elintézhetjük. Ezt meg hogy érti? A pénzem a tiéddel szemben. Rendben, majd játszom magával. Benne vagyok. Tűnés. Mi lesz már a lapokkal? Próbára teszik a szerelmemet. Lecsapod, aki neked valami tömke. Szerencsés nap van. Mit szólnál, ha megdobálsz? Azt is tartom. Hé, mi a franc van? Ez meg micsoda? Vidd innen, fiam, ezt a botot. Ez itt egy kártyaasztal. Újra akarok tenni. Igyekezzél. Tegye, amit mondtak. Ez meg mi? Vissza! Vissza, tűz van! Igyekezzenek a telep másik végébe! Gyorsan! Csíjas már! 60 másodpercet van, hogy levegyél mindent a kompjúterről. Nekem még pár dobozt el kell helyezni. Hát forró a talaj, mi? Ez meg micsoda? Új pakli. Nem kell neked új pakli, kis öreg, inkább megtanulhatnál játszani. Nem állhatom a stílusát, Mr. Larchmont. Hát, ami azt illeti, te négy szemű, a tiéd sem valami frankó. Most pedig még egy partit játszunk, mert el akarom nyerni a pénzedet. Továbbá annak a szép asszonynak a telefonszáma is kellene. Két hónappal ezelőtt meghalt. Kaufmann ezért nem akarja, hogy beszéljen vele. A kísérleteibe pedig bele fog halni, Montana. Egészséges vagyok. És erős. Dehogy, ez nem igaz. A szervezete lassan elég. És ha nem kezelteti magát, alig 5 éve van hátra. Két választása van. Vagy itt marad, vagy velünk tart. Kaufmann hány őrt tart a telepen? 4-et. 1-et a kapunál, 3-at a területen. Távirányításra állítom a szerkezetet. Jó van. Megvallom neked, te Kaufmann, tetszett nekem a parti. Amit mondtam, az beteljesedett. Köszönöm a játékot, Mr. Larchmont. Már is? Vége? Tartsák itt ezt a nagy pofájú bugrist. Rendben. Hallgatlak. Brett és Marcus belebotlottak Montanába. Sebesülés volt? Nem, de a terv kissé megváltozott. Lyle. Én mondom magának, hölgyem, vannak disznóim, kecskéim, meg lovak. Lyle. Ideje hazamenni. Szeretettel várom a rendsen. Mi van a fiúkkal? Nem akarsz lemaradni a végkifejletről, ugye?
Örültem a szerencsének. Mi folyik itt? Tűz van a laborban. Ne vicceljen velem. 10 perccel ezelőtt hívtak innen. A labor kigyullad, fel is robban. Jorge! Estefan! Jorge! Estefan! Menjen az utamból! Remélem, nem akar oda bemenni. Hagyjon békét! Miért nem árult el, hogy a hugom meghalt? Jaj, ne beszéljen bolondokat. A kezelése folytatódik. És én? Mondtaná, maga olyan erős, mint egy ló. Világos, hogy a kísérletünk bizonyos fajta kémiai eredetű paranoiát váltott ki. Nézze, bíznia kell bennem. Meg fogjuk gyógyítani. Ez most nem kártyaparti, Kaufman. És azt a blöffjét senki sem veszi. Ölje meg! Tana! Hagyja abba! Egyedül én segíthetek magán! Maga Istent játszott itt. De amit látom, elég rosszul képzett szakember. Ne! Várjon egy percet, Montana. Ezt szívesen végignézni. Hajd neki, Brent. Ne! És vele most mi legyen, Mike? Ő nem tett semmi rosszat. Esetleg elvisszük valahova, ahol segíthetnek magának rendbe jönni. Nem, már egy éve csak orvosok között vagyok. Tűk, vizsgálatok. Időre van szükségem, hogy gondolkodjam. Majd elintézem valahogy. Hajd, hagyd menj! Azok a képviselők az ENSZ-nél gyilkossággal vádaskodnak. Jaj, micsoda szégyen, alaposan beleköptünk a levesükbe. Kaufman kutatásáról úgy beszéltek, mint fontos humanitárius erőfeszítésről, és kijelentették, hogy maguk a terroristák. Ez új fejlemény. A központ köszönet nyilvánítását ezennel közvetítem. Mivel most mindenki boldog és elégedett, talán megkérdezhetem, hogy részt vehetek-e a következő küldetésben is. Ezt még meg kell gondolnom, Chrissy. Minden jót. El tudjátok képzelni, egy diktátor mit kezdhet le pár tucat Montanával? Tucattal? Én egyes se szeretnék újra találkozni. Kaufman bíróság elé állítja. 11 vádpont van. A kutatási dokumentációját elküldtük az Egészségügyi Világszervezetnek. Imádom a happy endet. Kaufman szeretett volna egy tökéletes gyilkológépet kifejleszteni. Egy valamiről azonban megfeledkezett. Ó, igen, és miről? Montana lelkéről. Hál' Istennek van neki. Névtelen szerencsejátékosok. Ezt hallgassátok meg, kis hír az 5. oldal alján. A Superman 4 tagú család életét mentette meg. Ismeretlen személyazonosságú férfi megmentette egy 4 tagú családot Caracastól nem messze, amikor kocsijuk felborult az autópályán. Montana. Van még valami. Folytatódik a cikk méghozzá így. A titokzatos idegen visszafordította a gépjárművet, kiszabadította a családot másodpercekkel azelőtt, hogy a kocsi felrobbant. Annyira örülök, hogy engedtétek elmenni. Én is. Fiú, kösz. Úristen, hé, várjatok csak. Nincs kedvetek pókerezni? Nekem nincs, mert csalsz. Nem csalok. De igen, csalsz. Ezt nem akarom elhinni, de azért köszi a segítséget. További magyar hangok. Dobránszky Zoltán, Selmeci Roland, Várkonyi András.
Magyar szöveg Hutterer Ingrid, vágó Pál Géza, rendezőasszisztens Gál Erika, hangmérnök Gellén Attila, gyártásvezető Veres Mihály, szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Mahír Film Kft. Stúdiójában készült. Produkciós vezető Bújtor István.